Ferenc pápa miséjével véget ért az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten, megtelt a Hősök tere és környéke. Ez volt a pápa második külföldi útja a járvány kezdete óta, az első valódi tömegrendezvény, amin részt vett, részt vehetett, végig felszabadultnak, jókedvűnek, jókedélyűnek tűnt. Beszédében példaképként említette Szent Istvánt és Árpádházi Szent Erzsébetet, az úrangyala imádságot pedig magyarul zárta, azzal, hogy Isten áld meg a magyart. Harangzúgás jelezte az eukarisztikus kongresszus zárómiséjének, az úgynevezett Stáció Orbisnak a kezdetét. Ekkorra már több tízezren voltak a Hősök terén és környékén. Majd megszólalt az orgona, és az egyházi előjárók kíséretében Ferenc pápa a hívek elé lépett. Az ünnepi szentmisén a zenei szolgálatot egy több mint 2000 fős kórus látta el, amely kifejezetten erre az alkalomra állt össze a Kárpát-medencei magyarság katolikus énekkaraiból. A záróvisén Ferenc pápa, mint a nyugati egyház vezetője mellett részt vett a keleti egyház vezetője, első Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka is. De ott voltak a keresztény testvéregyházak, valamint a zsidó közösségek képviselői is. A magyar állami vezetők közül mások mellett Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is ott volt a Hősök terén. A szentmise elején Erdő Péter köszöntötte Ferenc pápát, és megköszönte neki, hogy elfogadta a meghívást az eukarisztikus kongresszus zárómiséjére. A bíboros úgy fogalmazott, Magyarország Európa szívében hivatásának érzi, hogy híd legyen kelet és nyugat, valamint a különböző kultúrák, vallások és nemzetek között. A mai szentmise nagyon erős szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból ideérkezett püspökökkel, papokkal, diákonusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, és valamennyi hívővel, fogalmazott az Esztergom budapesti érsek. Erdő Péter ezután a budapesti eukarisztikus kongresszus szimbólumának, a missziós keresztnek a kicsinyített mását ajándékozta a Szentatyának. Ferenc pápa beszédében a Jézussal való találkozás példaképeiként említette az államalapító Szent Istvánt és Árpádházi Szent Erzsébetet. Engedjük, hogy a találkozás Jézussal az eukarisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent Istvánt és Szent Erzsébetet is. Csak úgy, mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel. Nyissuk meg önmagunkat a megfeszített és feltámadt Isten újdonságára, aki megtört kenyérként adja magát, hogy életet adjon a világnak. Akkor örömben fogunk élni, és örömet viszünk mindenhova, fogalmazott a katolikus egyházfő. Az ünnepi szentmisén népviseletbe öltözött gyerekek és felnőttek vitték az oltárhoz az úgynevezett áldozati adományokat, amelyeket Ferenc pápa fogadott. Két kisgyereknek keresztet is rajzolt a homlokára. Köszönöm. A katolikus egyházfő a szentmise végén elmondott úrangyala imádságában többször is megszólalt magyarul. Ezt mindig hatalmas taps követte. Isten éltessen. Az imádságban Ferenc pápa azt kívánta, hogy legyen a kereszt a híd a múlt és a jövő között. Isten áld meg a magyart. Az egyhetes eukarisztikus kongresszuson 5 kontinens, csak nem 40 országából több mint 60 előadó vett részt Budapesten. A katolikus világesemény fő célja az oltári szentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése volt. A következő eukarisztikus kongresszust 2024-ben Ecuador fővárosában tartják. Erdő Péter bíboros szombaton jelképesen át is adta a kongresszus stafétáját Quito érsekének, és azt kérte, a missziós kereszt kicsinyített mása emlékeztesse őket a világesemény megrendezésére. A híradót Csilaher Tamás tudósította.